A keddi Magyarország-Svédország barátságos válogatott labdarúgó mérkőzés a felkészülés mellett lehetőséget biztosított arra is, hogy négy játékos, Király Gábor, Juhász Roland, Hajnal Tamás és Vancák Vilmos elbúcsúzzon a nemzeti csapattól. Király és Juhász pályára is lépett, Hajnal Tamásnak és Vancák Vilmosnak viszont ez nem adatott meg. Közülük utóbbi a 79-szeres válogatott védő Vancák Vilmos van itt velem. Jó reggelt kívánok, Jó reggelt, köszönöm, kívánok. hogy itt vagy. Nagyon máshogy képzelted a végét? Játékkal képzeltem, tehát ö, azt lehet mondani, hogy igen, máshogy, de viszont nagyon nagy öröm volt, hogy tényleg ez is megadatott nekünk. Láttalak tegnap, ahogy nyilatkozol a pálya szélén, próbáltál mosolyogni, emlékezni, de valahogy ö, lehet, hogy én magyarázom bele, de, de, nem tűnt őszintének. Nem tudom, hogy csalódott voltál egy kicsit, dühös voltál egy kicsit, vagy egyszerűen csak rosszul esik az, hogy, hogy tényleg nem a pályán búcsúztál. Nyilván én a labdarúgó vagyok, tehát én, én, én játszani szeretek, én a, a, pályán szeretek lenni, úgyhogy... Hát a csalódott, ezt a kapitány, vagy...? Igazából az MLS ugye jelezte, hogy a kapitány nem szeretne többet cserélni, mint hogy a, a, a kett, tehát hogy a Juhász Lond is a, a Király Gabit szeretné játszatni. Nekünk nem tud játék lehetőséget adni, úgyhogy hát elfogadtam ezt a döntését is. Mit szóltál a köszöntéshez a meccs előtt? Hát örültem nagyon, tehát nem sok játékosnak adott meg, hogy elbúcsúztak tőle. Mi is meg tudtuk köszönni a szurkolóknak a biztatást, amit kaptunk több éven keresztül. Úgyhogy tényleg egy, egy szép gesztus volt az emelet részéről. Bent voltál az öltözőbe előtt? Igen, igen bent voltam. És milyen érzések kavarogtak benned? Mert nyilván lesz majd olyan, hogy ezen túl is bemész, de az, az szerintem egy kicsit más lesz majd. Igen, igen, más, más voltál. Hát egy kicsit a nosztalgikus érzés azért elkapott. Többiek uh, amilyen... ezt éreztették veled? Hát egy kicsit nosztalgiáztunk, a... azt lehet mondani az öregebb játékosokkal, úgyhogy más érzés volt, meg a, az egész légkör, a, a mérkőzés előtti készülődés teljesen más, amikor egy, egy játékos játszik is. De, de, jó volt újra ebben a légkörben lenni. De, de úgy, úgy, annyira, tehát láttuk ugye Juhászról itt, hogy picit megkönnyezte, benned volt ilyen, vagy, vagy inkább visszafogtad magad? Én visszafogtam magam, igen, próbáltam visszafogni, de, de én is azért megható volt, úgyhogy uh, tényleg ez a korszak, ez lezárult a vállalatodban, de, de hát hál' Istennek uh, egészséges vagyok, fit vagyok, úgyhogy tudok még tovább is játszani. Most, hogyha az ember életében véget ér él valami, akkor a kezdet általában eszébe jut. Ha azt mondom 2004. november 30, akkor, akkor gondolom, hát az majdnem napra pontosan, most kapcsolok 12 éve volt, Igen. egyből rávágott, hogy mi volt akkor. Hát, Na jó. Igen, a <laughs> igen tájföldön. Lothar Mateusz volt ugye akkoriban a szövetségi kapitány, egy tájföldi turán Szlovákia ellen mutatkozhatta be. Az akkori állapotodat, hangulatodat, érzéseidet vissza tudod idézni, mert azért mégiscsak kezdőként, és majdnem végigjátsz azt a mérkőzést, tudtál bemutatkozni. Igen, hát ugye az első összetartásom volt a Lothar Mateusz idejében, úgyhogy Úgyhogy tényleg nagyon izgatott voltam, és, és nagyon örültem neki, hogy, hogy tényleg beválogatott, és hogy tudtam is játszani. Úgyhogy örültem neki, örültem, hogy válogatott lehettem. Régóta vágytam rá, úgyhogy tényleg ezért dolgoztam. És hát hát igen, ahogy mondott, 12 év, gyorsan elment. Igen, de akkor például, hát hogyha őszinte vagy, miért ne lennél őszinte? Gondoltad volna, hogy azt a meccset még 78 követi? Nem, nem, megmondom őszintén, nem Valami gondoltam sót. így. Igen, igen, hát hál' Istennek ez megadatott nekem, de sose gondoltam, mindig én csak a következő mérkőzésre gondoltam, és, és ott szerettem volna kerettag lenni, úgyhogy lépésre, hogy lépésre. 25-öt nézi az ember, az 50-et, 75-öt így, halad előre? Így, így, van, így van, én is ezeket tűztem ki, úgyhogy ezek voltak azt, azt mondani, hogy miért földkövek. Tényleg ez egy elképesztő szám, és nem tudom, hogy nézegetted de tegnap én direkt összeszedtem azokat a játékosokat, akik előtted vannak a, a rangsorban. A magyar labdarúgás több mint száz éves történetében tíz olyan játékos van mindössze, aki nálad előbb van. És azért ez a névsor Mátrai, Garaba, Puskás, Grosics, Gyugyák, Fazekas, Juhász, Gera, Bozsi, Király. Azért ez nem egy rossz társaság, és utánok jözte. Hát így van, hát azt, azt gondolom, hogy akik, akiket azért a névsorban is azért lehagytam, azért sokkal jobb játékosok, mint én, úgyhogy, úgyhogy Tényleg ez egy megtisztelő, és, és azt gondolom, hogy ez egy magas szám, tehát nagyon örülök ennek, hogy az így Um, Annak idején nagyon más volt a 2000-es évek közepén válogatott játékosnak lenni, mint mondjuk manapság. Tehát azért te egy bizonyos fejlődés történetet végigkísérheti a pályán, tehát a lehetőségeket, a, a körülményeket tekintve. Sok minden változott? Sok-nagyon sok minden. Hát ugye visszagondolva, még a még a legelejére nem volt edzőközpont, uh, igazából a válogatott is uh, ebbe a hotelbe, abba a hotelba szálltunk meg, Margit szigeten, Gödön, úgyhogy varsányban. nem volt, igen, Dunavarsányban, úgyhogy nem volt kimondott edzőközpont, ami most uh, az infrastruktúra azért most már megvan, tehát most már van egy telki edzőközpont, uh, olyan stadionokba tudnak játszani, a Fradi stadionba például, tehát uh, ugye itt azért tízezer néző is azért már egy jó hangulatot tud kreálni, míg a Népstadionban azért más volt, azért más volt a hangulat, igen. Hát pláne, hogy ha már ezt szóba hozod, ugye a gólt, ugye négy gólt szereztél a válogatottban a legemlékezetesebb az egyértelműen a románok ellen a 2-2, ami nem sikerült olyan jól, így utólag visszagondolva, és az üres stadionban Na, így szerezted, mert az egy zárkapus meccs volt. Igen, igen, hát igen, sorsnak a fintora úgy, Az hogy... volt a leg? Én igen, az nekem a legkedvesebb emlékem, úgyhogy hát sajnos az átkapus mérkőzésen. azon gondolkodtál már, hogy mi fog legjobban hiányozni neked a válogatott karrieredből? Talán, a, talán az egész a közösség, az edzőtáborok, a, a meccselőtti készülődés, a, az izgatottság a Mennyire van ilyenkor időtök, úgy, hogy... am, amikor készülöttök, oké, okay, jön a meccs, jönnek az edzések, de egymással foglalkozni, dumálni, röhögni, jó tehát erre azért ti megtaláltátok, vagy megtalálják Nem, a játékosok a módját? Igen, megtaláljuk, úgyhogy hát azt gondolom, hogy az edzőtáborban mindig azért egy jó közösség kialakult, úgyhogy... Ez úgy, mindig mind így, a... így volt? Én igen, azt mondom, a, évben? Hát azt mondom, hogy a 80%-ában igen. Tehát ö, mindig azért a szövetség a nem az a 20 is... érdekelne. De, <laughs> hát a, tudod, ilyenkor mindig megszépülnek az emlékek. Ja, ja, ilyenkor, ja. a, Nem vonultál <laughs> olyan jönnek. rég, hogy megszépüljenek azért <laughs> szerintem. De oké. Okay. összesen Összesen 8 kapitány keze alatt dolgoztál, ahogy én összeszámoltam. Most már Szerintem azt azért elmondhatod, hogy ki állt hozzád legközelebb, vagy ki kik álltak hozzád legközelebb, akár szakmailag nézem, akár emberileg, akik ezt a hangulatot, ezt a 80 ot mondjuk meg tudták teremteni. Nekem, hát végül is mindenki, tehát hogy a, igazából nekem a az Ervin q igen, úgyhogy a, nekem az Ervin q ő nagyon ott sokat segített. A legtöbbször, igen, ugye, igen, meg ott legtöbbször, ugye, kezdőként, és ő adott legtöbbször lehetőséget Így nekem. van, így van, úgyhogy um, azt gondolom, hogy ő azért um, ő azért nagyon-nagyon bizalmat adott nekem, úgyhogy, um, úgyhogy azt gondolom, hogy ő, ő az, aki, aki tényleg a válgatott pályafutásomban a legtöbbet segített, de hát mondhatom ezt az Egerváll és Sanyibára is, úgyhogy, úgyhogy tényleg a szakemberek hál' Istennek megadták nekem a, 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 a lehetőséget. A lehetőséget. Ha erre a 12 válogatott beli évre visszagondolsz, ugye beszéltünk a románok elleni meccsről, az igazából a, a gól miatt volt emlékezetes, a gólod miatt volt még olyan, ami úgy, úgy nem is kell gondolkodnod, de egyből beúrik, akár azért, mert szép helyen jártatok, akár azért, mert a meccs maga volt emlékezetes, vagy vagy valami, ami, amihez úgy kötött? Azért hát, 79 meccse csak lehúztál. Így van, így van, hát uh, igazából most így egyetlen egy momentumot nem tudnék kiemelni, mert tényleg annyi van, annyi, annyi szép emléket adott a, a, labdarúgáson keresztül ez a, a válogatott, hogy, hogy tényleg uh, rengeteg uh, emlékem van, és uh, hát vannak negatív élményeik is persze, de, de azt gondolom, hogy a labdarúgásban... Mi az, ami legjobban fájt? Hát talán a hollandiai vereség, úgyhogy az a, az a, az a, az a, az, a, a legfájóbb. Azt hittem egyébként, hogy uh, itt ugye a legleglegekből kimaradt a nyári európa bajnoki szereplés, annak ellenére, hogy azért a selejtező sorozatban számolt veled, uh, illetve volt olyan számolt veled a, a, a német szövetség kapitány. Eltelt azóta majdnem fél év meg tudtad emészteni, fel tudtad az dolgozni, mert azért. Akárhogy is nézzük, magyar játékosnak olyan sűrűn nem adatik az meg, hogy, hogy ilyen szintű eseményen részt vegyen, és ki tudja, hogy hát neked ugye már nem lesz, de a többieknek is, hogy mikor lesz ilyen lehetőségük. Hát igen, az elején nehéz volt ezt feldolgoznom, márciusban hívott a kapitány, és, és akkor igen, akkor ő hívott fel, és akkor ő közölte velem, hogy nem számítana rám, Mm, nehéz Sokkolt. volt, sok volt, igen, mert ugye akkor az Európa-Ligában is játszottam az év elején, a klubcsapatomban folyamatosan játszottam Szionban, tehát tényleg jó formában éreztem magam. Egyébként. Az indokolta igazából, hogy ez egy folyamat részeként fogja fel az Európa Bajnokságot, és mint a világbajnok is való felkészülést egy folyamatként kezeli. Úgyhogy ezen az Európa Bajnokságon már azokat szeretné játszatni, akik utána a következő világbajnok is elejtező sorozatban is számításba fog venni. Hát igen, mondjuk ennek ellen mond, hogy Király Gábor és Juhász Roland is most vonult vissza, de igen, oké. Okay. A válogatott már a múlt. Mi a jövő? neked futball szempontból, tehát nyáron leszel 34, 34 éves, ugye a Puskás Akadémia labdarújaként. Van benned még olyan motiváció, olyan érzés, olyan lelkesedés, hogy megmutasd azt, hogy, hogy benned még igen is van? Igen, nekem benne van, tehát ez tőletlen nekem a motivációm, úgyhogy a Puskás Akadémiához is azért írtam alá, szeretnék felkerülni az mb 1 be újra NB1-es játékos szeretnék lenni, úgyhogy szeretem a kihívásokat. Ezért dolgozok nap mint nap úgy, hogy szeretnék a Puskás Akadémiának segíteni ebbe. Nem tudom, emlékszel rá, amikor augusztusban együtt néztük az egyik meccset ott felcsúton, egymás mellett ültünk, és akkor én azt láttam, hogy, hogy ott téged nagyon kedvelnek, vagy nagyon szeretnek. Igen, szeretnek, Hál' Istennek, igen, érzem nap mint nap úgy, hogy tényleg megbecsülnek, úgyhogy szeretném ezt a. Ezt a, ezt a, szeretetet azért visszaadni, úgyhogy remélem, hogy, hogy a pályán minél sikeresebb tudok lenni, és tudok minél jobban segíteni a csapatnak. Mennyi esélyt látsz el a bizonyos feljutásra, amit itt most mondtál? Hát esélyt látogatni nem szeretek, tehát um, sok csapat um, van az MB2-ben, aki, aki esélyes a, fel, a, feljutásra. Én azt gondolom, hogy jó a keretünk, de, de most még nem, a, nekünk nem azt kell nézni, hogy most fel e jutni, hanem hogy, 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 szépen lassan a, a mérkőzéseket megnyerjük és, és tényleg egy olyan szériába kerüljünk, ami, ami győztes széria, és akkor ott tudunk lenni az első kettőben. Kit tekintesz egyébként legnagyobb riválisnak a másodosztályban? Hát talán a, talán a Balmazújváros és a háza és Kisvárda, én azt mondanám, hogy ebből, ebből a hármasból szerintem belülük fog majd kikerülni az, aki, aki a legnagyobb riválisunk lehet. Hát én kívánom, hogy, hogy ez is sikerüljön neked, meg köszönjük, Köszönöm én is, meg a szurkolók nevében mondhatom ezt a 12 évet a válogatottban, és azt is, hogy bejöttél ide hozzánk. Köszönöm. Én is éppen. köszönöm a támogatást.